9 csapat részvételével rendezték meg Kolozsváron az éjjebírás sorozat U20-as korosztály számára kiírt első tornáját. Egy fél kört bonyolítottak le, így minden együttes 4 meccset játszott. A Nyíregyháza Blues Sharks a nyitányon a Szolnoki Sportcentrum fiataljait verte 72-53-ra, majd 2 olasz csapat következett. A Basket Rimini Crabs ellen 92-75-re, a Next Step Academy Rapallo ellen pedig 85-81-re nyert a Sitko Ernő által irányított gárda. Zárásként nagy csatában a házigazda UBT Kolozsvárt múlták felül 79-77-re a kékcápák, akik így 100%-os teljesítménnyel zárták a tornát. A rendezvény, azt kell, hogy mondjam, hogy szenzációs volt, bár próbálom magunkat valamilyen szinten a földön tartani. Volt egy edzőm, aki azt mondta mindig, hogy volt egy elmondata, ha nyersz, soha nem vagy olyan jó, ahogyan gondolod, de amikor veszítesz, akkor sem vagy olyan rossz, ahogyan azt hiszed. Ugye sikerek után hajlamosak vagyunk mindig mindent szépnek látni, de alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy ez a kolozsvári hétvége nagyon jól sikerült, nagyon jó körülmények között rendezték a tornát, mert abban a csarnokban játszottunk, ahol tavaly az Európa-bajnokságot is rendezték, tehát a spanyol válogatott öltözőjében öltözhettünk például, és tényleg nagyon jó körülmények voltak. Az tény, hogy megerőltető egy ilyen torna, hiszen 3 nap alatt 4 mérkőzést kell eljátszanunk, ez azt jelenti, hogy az egyik nap duplázni kell, ami nagyon megerőltető, de szerencsére azt kell, hogy mondjam, hogy sikerrel vettük ezt az akadályt. Sitko Ernő szerint fontos, hogy a fiatal játékosok más kosárlabda kultúrákkal is megismerkedhettek. Ráadásul a 2 olasz csapatban több amerikai és délszláv kosaras is szerepelt. Teljesen más, mint mivel a játékosaink Magyarországon találkozhatnak. Igazából az egy-egyre épül individuális játékra, nagyon nehéz rendszert találni a kosárlabdázásukban. Erősek fizikailag, ezt próbálják kihasználni, és nekünk pontosan ezek a hiányosságok, amikkel nem nagyon találkoznak a játékosok, és amikor kilépünk egy nemzetközi porondra, akár az utánpótlás válogatott korosztályokra gondolva, amikor kilépünk az első pillanatokban, az akklimatizálódás az, ami elviszi az energiát a srácoktól, hiszen pont a fizikai fölény, pont az a gyors játék, a rendszer nélküli játék az, ami idegen számukra, és ehhez hozzá kell szokni. A nyíregyházi fiatalok 3 külön díjat is hazahoztak Kolozsvárról. Fazekas Csaba lett a torna legértékesebb játékosa, Sitku Márton bekerült az osztályötösbe, Mokánszki Mátét pedig csapata legjobbjának választották a szakemberek. Az EJBL második tornáját február 7-e és 10-e között rendezik Szolnokon. A Nyíregyháza Blue Sharks akkor a szintén 100%-os ész Keila KK csapatával, a lengyel Csesin és a cseh Prostajov, valamint Osztrava együttesével találkozik. Az első 2 helyen végző gárda tovább lép a 30 ország csapatait felvonultató sorozat második körébe.